Az európai emberek a várakozásoknak megfelelően megkezdték Európa visszavételét, csak hogy a brüsszeli bürokraták ellentámadást indítottak, írja a Magyar Nemzetben megjelent véleménycikkében Orbán Viktor. A miniszterelnök szerint az európai baloldal fityethány hány az európai emberek döntésére, és szégyen teljes paktumot kötött, hatalmi osztozkodásba kezdett. A híradónknak nyilatkozó elemző szerint, akit kihagynak a finom falatokból, az frusztrált lesz. Európa válságban van. Így kezdődik az a publicisztika, amit a magyar miniszterelnök a kormány közeli magyar nemzetben közölt, és amelyben Orbán Viktor borús képet fest az Unióról. Úgy látja, Európa minden szinten megrekedt és hanyatlik. Eltűnőben van a keresztény civilizáció, foszladozik a közbiztonság, a kontinens gazdasági és politikai súlya csökken, és háború van az Unió közvetlen szomszédságában. A választást követően Manfred Weber vezette jobb közép-európai néppárt lett a legnagyobb frakció az új alakuló Európai Parlamentben. Orbán írásában fő problémának azt tartja a választásokat követően, hogy annak ellenére, hogy az LP összetétele megváltozott, elindult egy bizonyos szintű jobbra tolódás. A kulcspozíciók jelenállás szerint mégis megmaradnak a centrista pártoknál, és Ursula von der Leyen is új ciklusba kezdhet. Szerint a status quo, azaz a jelenlegi állapot fenntartásában érdekelt szocialisták és liberálisok mellé beszervezték a néppártot. Orbán arról is ír, a brüsszeli elit a választók akaratát eltorlaszoló paktuma ellenére folytatni fogja az európai jobboldali pártok együttműködésének kiépítését. Úgy fogalmaz, az első kísérletüket visszaverték. Ezen a héten megtörténik az újratervezés. Akit kihajnak a finom falatokból, az frusztrált lesz. Így összegezte híradónknak a miniszterelnök írását a politikai jellemző. Nagy Attila Tibor szerint a kormányfő és a Fidesz még keresi a helyét, mivel Orbán eddig nem igazán járt sikerrel a frakcióalakítás vagy a csoportok összeszervezése terén. Az látszik, hogy a Meloni féle társuláshoz Orbánék nem tudnak csatlakozni. Egyelőre nem úgy tűnik, mintha az identitás frakcióhoz is csatlakozni lehetne, de ez nem teljesen kizárt. Szó van erről a Visegrádiak frakciójáról, de jövő hét végéig valószínűleg még várnunk kell, hogy ez kikristályosodjon. A Mi Hazánk mozgalom elnöke más pártcsaládban képzeli el a párt egyetlen kijutó LP képviselőjét, mint a Fidesz. Torockai ugyanakkor Orbán uniós meglátásaival egyetért. A helyzetértékelés, amit Orbán Viktor leírt, az valós. A problémám az az, hogy maga Orbán Viktor és a Fidesz is... Tulajdonképpen kiszolgálta nagyon-nagyon sok esetben azt a globalista pénzügyi körök által diktált agendát, aminek a kezdete az valójában nem az ukrajnai háború, hanem a COVID megjelenése volt. Az Európai Parlament alakulóülése július 16-án várható.